20 sportágat képviselő egyéni és csapat országos diákolimpiai bajnok, illetve dobogós helyezett diák zsufolásig megtöltötte a szekszárdi Garai Gimnázium dísztermét a Tolna megyei Diáksporttanács idei díjkiosztó ünnepségén, amelyet megtisztelt a Magyar Diáksporttanács elnöke, a volt ismert sportoló, öttusa világbajnok Balogh Gábor is. Ja, az élsport egy kicsit más, mi ugye az iskolában vagyunk ott, mi minden olyan gyerekkel foglalkozunk, aki tanulói jogviszony alapján indul valamiféle versenyen. Nálunk az ilyen versenyek azok a diákolimpia versenyrendszerben vannak, tehát ezek a diákolimpiák. Erre azért az elmúlt 6 évben folyamatosan küzdöttünk, hogy megtartsuk ezt a rendszert, elég kevés volt a finanszírozásunk még 2012-ben. Külön van verseny a diákolimpiákon belül az élsportban szereplőknek, és külön az amatőröknek. Ez így van rendjén. Az ifjúsági korosztály kiemelkedő dombovári 100-200-as sprintere Farkas Bence iskolájának is szerzett egy diákolimpiai győzelmet. Jövőre már juniorként próbálja meg kiharcolni a világbajnoki részvételt. 200-an 21-38 a szint. Ha jól tudom, 100 méteren akkor ott 10-60 vagy 10-55, és azt meg szeretném azt is futni, hogyha sikerül. A Tolna megyei Diáksporttanács évvégi díjkiosztója nagyszerű alkalom arra is, hogy az egymást csak hírből vagy még onnét sem ismerő különböző sportolók személyesen is találkozhassanak.